Magyar MMA Szövetség kétszeres magyar bajnoka, Sófalvi Sebestyén ketrecharcos lesz ma a vendégünk. Kedvesem, okosan, mit mondhatok még? Figyelj! Mário! Hát te? Mire jó ez a bizalmatlanság? Mi, ő tett bármit, hogy meg kéne bíznunk benne? Biztos vagy benne, hogy ez nem személyes a részedről? Hm? Egy! Egyszer csak ott van valami, aminek nagyon nem kellene ott lennie. Kettő! Te most tényleg ezt a példát akarjuk mutatni a gyerekeknek? Bármit is tesz, Sebi, abból mi csak tanulni fogunk. Nem csinál semmit, csak tolod magadba fel az ideget. Kiváltja. Addig tolod fel magadba az ideget, hogy az már egy másik szint. Barátnődet szidják, súlyodat lecigányoznak. Oda kerültél, ha való vagy a javítóba, itt vagy az alkoholista anyád miatt. Három a háromnál vagyok, tesó! Hagyd már! Mindenkinek vannak ilyen kis technikái, vagy hát nem mindenkinek, de sokunknak, amit használ, amikor meg akar nyugodni. Ti például mit csináltok, amikor érzitek, hogy egyre idegesebbek vagytok, és meg szeretnétek nyugodni? Zenét hallgatás. Zenehallgatás. Valakit, még barátok, hogy a barátodat például felhívod, vagy barátnődet, az szuper. Na, az edzés ott van, tessék. Edzés? Jó, hát ez csodálatos. Négy. Azaz? Negyedik. De mi a neve? Négyes. Jó, akkor én megmondom. Kitörés. Hívom a rendőrséget. Mi? Szörcsön szivat. Mi a kicsinál? Jézusom! Bibi, ez most nem én voltam. Ez most tényleg nem én voltam, jó? Kitörés, csináljon már valamit. Kérdezzük meg a gyerekeket, rendben? Hogy lehetett volna másképp csinálni, mást mondani, mást tenni.